Gastroblues farsang, koncerteken vehettek részt az érdeklődők. Csináld magad harmadik alkalommal rendezte meg az MVM Paksi Atomerőmű ZRT a pályázatát. Város Bora négy kategóriában osztották ki a címet Dunaföldváron. Ez a híradó a Telepakson. Köszöntöm a nézőket! Gombos István Ferenci Noémi díjas ötvös iparművésznek nyílt kiállítása a Csengei Kulturális Központban. A kis plasztikákból álló kiállítás megtekintését követően Gastroblues farsangon több koncerten vehettek részt az érdeklődők. Sajnálatos esemény miatt szakadt félbe az elmúlt év decemberében a Gastroblues Fesztivál lemez bemutatója. Gombos István, Dunajváros alpolgármestere táncolni szeretett volna a rendezvényen, a sors azonban közbeszólt. Kitűnően éreztem magam, csodatos élményeim vannak egy darabig. Egy idő után sajnálatos módon abba a kellemetlen helyzetbe kerültem, hogy tudaton kívül lettem, összecsuklottam, és gyakorlatilag meghaltam. A jelenlevők, köztük orvosok, valamint a gyorsan kiérkező mentősök segítségének köszönhetően az alpolgármester felgyógyult, s most, egyben meghálálva a számára nyújtott segítséget, elegettéve a meghívásnak, Paksra a Kulturális Központba hozta kis plasztikákból álló kiállítását. Több mint 40 éve foglalkozom e tevékenységgel, képzőiparművészeti alkotásokkal, a szobrászattal, amit Feledi Balázs művészeti író nemes egyszerűséggel fém szobrászatnak nevezett, ami azért is fontos, mert ez egy különleges világ, egy olyan világ, amelybe bele kell születni, együtt kell vele élni. A kiállítás megnyitott követően az alpolgármester tiszteletére, illetve felépülésének megünneplésére folytatódott a decemberben félbeszakadt lemez bemutató. Természetesen, hogy ez egy ilyen kerek egység lett, hogy itt egy kiállítást is láthatunk, ez az ő tiszteletére. A másik pedig az, hogy és azért belépő nélkül, hogy az akkor 6 zenekar lépett föl, abból a 3 zenekar velünk egyeztetve azt mondta, hogy ilyen körülmények között, amikor még bizonytalan volt a kimenetel, nem szívesen zenélnének. A rendezvényen Süli János miniszter is tiszteletét tette. Mint mondta, a barátai közé érkezett, akiket a Gastroblues Fesztivál köt össze. Közvetetten ismeri Gombos István kis plasztikáit. Amikor kiderült számomra, valamikor jó 2 éve, hogy az István Pakson született, mondtam, hogy akkor tartson itt kiállítást, és a könyvéből, ugye minden darabját, ami a könyvben megjelent, ismerem, de így közelről nagy részét csak most látom. És ugye azt is mondta, ő is valószínű, hogy a kis helyiségben nem fért be a teljes mű, életmű, hanem csak egy része. Próbálták úgy kiválogatni, hogy akkor mégiscsak kifejezze a munkásságát. Az eseményről és a koncertekről bővebbet csütörtöki Paletta magazinunkban láthatnak. Megkötötték a szerződést, így elindulhat a Csengei Dénes Kulturális Központ tetőszigetelése. A 40 éves épületen eddig nem volt komolyabb felújítás, ezért volt olyan helyzet is, amikor többek között a nagy klubot sem lehetett használni, az ugyanis beázott. Az épület teljes körű felújításának, kivitelezési munkáinak részleteit hétfőn délután ismertette Szabó Péter polgármester, hogy pontosan mikor indul a több mint 164 millió forint értékű felújítás, elmondjuk a keddesti híradóban. Harmadik alkalommal rendezte meg az MVM Paksi Atomerőmű ZRT országos Csináld Magad pályázatát, amelynek célja, hogy elősegítse és népszerűsítse a meglévő értékek megőrzését, ezzel pedig a környezettudatosságot és a potenciális hulladék mennyiségének csökkentését. 1800 pályamű érkezett az idei alkotóenergia pályázatra, melynek ünnepélyes díjkiosztóját a Paksi Atomerőműben tartották. A helyszín nem véletlen. Mi sem szemetelünk. Nem akarok belemenni nagyon a klímavédelembe, csak azt tudjátok, hogy a Magyar Villamos Egyetem is felét adja a Paksi Atomerőmű, és például a szemeteléssel kapcsolatban ugye nem kibocsátunk, felhigítjük a szemetet és kibocsátjuk, hanem összegyűjtjük és kezeljük. Egy jellemző mondás, ez az illetve mennyiségű villamos egyetem termelés közben az tavaly évben keletkezett folyékony hulladék mennyisége az 0,15 köbméter volt.
Az Alkotó Energia Program életrehívója Iványi Krisztina büszke arra, hogy a csinált magad szemléletmód az ehhez szükséges tudás elterjesztésében a program működtetői nagyon sokat tettek. Mi az elmúlt 3 év alatt ezzel az országos pályázattal egyrészt megmutattuk a világnak, hogy egyszerű hétköznapi emberek minden különösebb szakmai előképzettség nélkül, lásd kárpitozási ismeretek, asztalos műbótoripari ismeretek, enélkül is meg tudnak oldani dolgokat, nem csak helyre tudnak hozni szimplán, hanem csodákat tudnak létrehozni. A pályázaton számos kategóriában hirdettek helyezéseket, és külön díjak is gazdára találtak. A pályamunkák színvonala egyre nő. A zsűrizés során egy képet látunk először, tehát mindig nagyon fontos, hogy ahogyan tálalják, tehát nem olyan szép szó, de hogy ahogyan tálalják az alkotást, az milyen. Fontos a környezet, hogy ez hol van elhelyezve, az az adott tárgy, és adott esetben hogy van megvilágítva, tehát hogy a fényképezés módja is sokat szokott számítani. Ezt követően mélyülnek el a zsűritagok a készítés részleteinek elemzésében. Faragó Krisztina nem először érte el sikereket, idén keleti stílusú kis szekrénnyel indult a pályázaton, ezzel a bútorfelújítás, átalakítás, műalkotás kategóriájának egyik győztese lett. Az alapkoncepció menet közben jelentősen változott, jó alaposan megcsiszoltam, ez egy kidobásra váró szekrényke volt, jó alaposan megcsiszoltam, míg a párom rá nem tette a kávés bögréjét a nyersfára, úgyhogy így jött a 3D minta ötlete, amivel végül beborítottam az egész szekrényt, és kézi festés van az ajtókon, és úgyhogy elég aprólékos. Az Alkotó Energia pályázaton egyre több férfi szerepel sikeresen, köztük a Paksi Vaszkó Zsolt, aki egy fésülködő szekrényt és a hozzátartozó ülőkét festette át, szintén a műalkotás kategória győztese lett ezzel. Nem most kezdett ezzel a hobbival foglalkozni. 3-4 éve kezdtem neki körülbelül egy házvásárlás alkalmával. Meguntuk az ilyen nagyon sablonos bútorokat, és úgy gondoltuk, hogy inkább régebbi darabokat mentünk meg, és ezzel így beleragadtam ebbe a történetbe. A díjátadót és állófogadást követően a meghívottak látogatást tehettek az atomerőmű üzemi területén. Megváltozik a komp menetrend Paks és Géderlak között március 3-ától minden nap 7-től 12 óráig, majd 14-től 17 óráig közlekedik óránként a komp. A járatok egész órakor a paksi oldalról indulnak, majd a ki- és beszállítást követően azonnal fordulnak vissza a géderlaki oldalról. A menetrenddel és díjszabályozással kapcsolatos további információért a képernyőn látható honlapon lehet tájékozódni. Sokszor átfut a fejemen, hogy mi van, ha 2 centivel arrébb megy a lövedék, ezt mondta híradónknak a dunakömlődi lövöldözés áldozata. Támadója egy 22-es kaliberű puskával lőtte Melkason tavaly nyáron. A meglőtt férfi túlélte az életveszélyes sebet, kórházba került, állapota azóta sokat javult, de a teljes gyógyulástól még messze van. A támadó ügyében a rendőrség most lezárta a nyomozást, vádemelést javasolnak, hosszú évekre is börtönbe kerülhet. Terepszínű mintájával beleolvad az erdő környezetébe a távcsöves puska, tulajdonosa mégsem erdei vadászaton, hanem itt Dunakömlődön használta tavaly júniusban. Ismerősét lőtte vele Melkason. A rendőrség szerint a lövöldözés előzménye az volt, hogy a két férfi a tetőn dolgozott, először veszekedni, majd verekedni kezdtek. A szóváltás tetlegességig folyult, kölcsönösen bántalmazták egymást. Ezt követően az elkövető lakásába távozott, ahol magához vett egy éreslő fegyvert, és ezzel az éles lőfegyverrel egy alkalommal Melkason lőtte a sértettet. Sokszor átfut a fejemben az, hogy mi van, hogyha 2 centivel arrébb megy. Megtaláltuk az áldozatot, azt kérte, ne legyen felismerhető. Tisztán emlékszik a támadás előtti órákra, ajándéktetőt építettek egy ismerősének, ott jelent meg a támadó. Megjelent ott részegen, mi elkezdtük a munkát, ekkor az oltán egy olyan 3 lépésből, úgyhogy én fennálltam a létrán ágyékon ütött. Ezt gondolom tudjátok, hogy ez nem egy kellemes dolog. Leestem a létráról, de amint felkeltem, hát viszonoztam neki. A támadó ettől dühös lett, hazament a puskájáért, és körülbelül 40 méterről rálőtt ismerősére. Csavaroztam, és hát ekkor éreztem egy ilyen kisebb ütést, nem olyat, ami hátra taszított volna, tehát ez egy eléggé, nem egy olyan nagy kaliberű lövedék volt. Egy olyan hang volt, mintha egy ilyen teli PET palackot kirukadtak volna.
és akkor hát ugye lenéztem, és akkor láttam, hogy mi történt, hogy Lukas a pólóm, enyhén egy kicsit véres is volt. Aztán elkapott egy ilyen kisebb köhögési dolog. És akkor, ahogy köhögtem, akkor ugye már láttam, hogy probléma van, mert vért köhögtem fel. Hozzá mentő helikopter érkezett, budapesti kórházban műtötték meg, mostanra sokat javult az állapota, de a teljes gyógyulástól még messze van. A 40 éves részeg támadót hamar elfogták a rendőrök, nyomozás indult, amit most lezárt a rendőrség, kiderült a lövöldözőnek nem volt engedélye sem a puskához, sem az ahhoz szükséges lőszerekhez. A nyomozás során, illetve a házkutatás során kollégáim a férfi lakásából több lőfegyvert, illetve több ezer lőszert is lefoglaltak, melyekről megállapítást nyert, hogy az egyik 0,22 kaliberű lőfegyver és több mint 1300 lőszert a férfi engedély nélkül tartotta otthonában. A bíróság röviddel a lövöldözés után döntött a támadó előzetes letartóztatásáról, azóta van Rács mögött. A rendőrök az ügyében most vádemelést javasolnak, ha a bíróság bűnösnek mondja ki a lövöldözőt, emberölés kísérlete és lőfegyverrel való visszaélés miatt hosszú évekre börtönbe kerülhet. A teljes interjút az áldozattal megnézhetik a Telepaks Facebook oldalán. Hagyományteremtő szándékkal 4 kategóriában osztották ki a Város Bora címet a 43. Dunaföldvári borversenyen. A zsűri elnöke, dr. Janki Ferenc, nyugalmazott egyetemi docens volt. Sorba rakták a palackokat, kategorizálva és feliratozva vártak arra, hogy végül a poharakba töltsék őket, és megkóstolják a bírák a 43. Dunaföldvári borversenyen. Horváth Zsolt, a település polgármestere szerint fontos, hogy a rendezvénnyel megalapozzák a kultúrát, borfogyasztást és a jó bor készítésének hagyományát. Az esemény fővédnöke a város volt. Több évtizedes múltra tekint ez vissza, ugye elődeinkhez bevezették, mi pedig ezt folytatjuk, vagy most is csináljuk, aztán reménykedünk benne, hogy még több évtizeden keresztül ez majd a városnak a nevét, ez a verseny is ide, illetve a bor is majd öregbíteni fogja. A versenyre, amelyet a Kedbarátok Egyesülete szervezett, közel 110 minta érkezett. A korábbi évekhez hasonlóan 4 kategóriában, vörös, fehér, rozé és a város sajátossága Otello csoportban értékelték a borokat. Idén hagyományteremtő szándékkal szintén a 4 kategóriából választották ki a város borát. A dunaföldvári szőlőből kell, hogy készüljön ez a bor, mely városbora lehet, és hát egy bizonyos mennyiségűnek kell lennie a gazdának, tehát ez egy ilyen 200 literes mennyiségnek birtokában kell lennie, melyet utána a kertbarátok lepalackoztatnak, mint ahogy az előbb mondtam, egy ilyen rendelet alkotás folyamányaként, ez most már az idei évtől így lesz, hogy mi lepalackoztatjuk, és ezt a város ugye reprezentációs célokra, különböző megjelenésekre tudja biztosítani. A zsűri elnöke dr. Janki Ferenc nyugalmazott egyetemi docens volt, aki már visszatérő vendég az eseményen. Az elmúlt 10-15 évben a Dunaföldvári Borbarát Klub, vagy hát az itteni kertbarátok, azok a borkészítés terén nagyon jó stabilizálódtak. A verseny szép eredményekkel zárult, 23 bor kapott arany, 21 bor ezüst és 14 bor kapott bronz minősítést. A város bora elismerő címet idén Kelemen Róbert, Cabernet Franc és Sárga Muskotája, Bajnok József Kék Frankos Rozéja és Bójás István Otellója kapta meg. Kettő-nullára kikapott a Paksi FC OTP Bankligában szereplő labdarúgó csapat a Mezőkövesden. Az összecsapáson a zöld-fehérek játékosa Simon a kiállítás sorsára jutott. Csertői Aurél együttese 23 fordulót követően 30 ponttal a tabella 8. helyén áll. A forduló előtt 7. Paksi FC labdarúgó csapata a 8. Mezőkövesd otthonában vendégszerepelt az OTP Bankliga legutóbbi játéknapján. Az első helyzetre a 21. percig kellett várni, ekkor Kosta próbálkozását hárította Nagy Gergely. A paksiak a 36. percben szabadrúgás után veszélyeztettek, kecskés lövésénél Szappanosnak akadtak gondjai, de védői kisegítették. A 0-0-as első játékrész után a másodikban már felpörögtek az események. A 49. percben Barta éleszögből leadott lövését védte a hazai kapus, majd a 65. percben büntetőhöz jutott a Mezőkövesd, Simon szabálytalankodott, Molnár volt a szenvedő fél, a 11-est Kosta értékesítette. A folytatásban fejes révén egyenlíthetett volna a PFC, de szöglet utáni lövése fölé pattant egy védőről.
A 79. percben Cseri lövését középre ütötte ki a paksi kapus, Kosta fejjel újra próbálkozhatott, de a labda a kapu felett hagyta el a játékteret. A 89. percben Remili Simonnal játszott össze, előbbi lövése célt tévesztett. A meccset végül Molnár döntötte el, aki Lenzsér passzát még a saját térfelén lefülelte, majd végig szólózott a paksi térfélen, közben két védőt is kicselezett, majd higgadtan a kapuba gurított. Ezután még Simon reklamált ki magának egy sárga lapot, ez már a második volt neki, így Karakó játékvezető a piros lapot is felmutatta a paksi csatárnak. A végeredmény Mezőköves Zsóri FC, Paksi FC 2-0. Csejtő Aurél együttese 23 fordulót követően 30 ponttal a tabella 8. helyén áll. Senki nem mondta, hogy itt diadalmenetben fogjuk megnyerni ezt a mérkőzést. Biztos volt, hogy egy masszív jó csapat ellen harcárán fogjuk tudni csak begyűjteni ezt a 3 pontot. Viszont azt gondolom, hogy a hitünk az végig mellettünk volt, és a saját stílusunkat vagy játékunkat fel lehetett ismerni, és ennek volt a gyümölcse az, hogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést. De azért ez egy olyan szituáció volt, hogy ezt a 11-est azért el kellett volna kerülni. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a szituációban nem kellett volna becsúszni. Attól függetlenül, hogy most eltalált a labdát, vagy nem látszik tisztán, nem látjuk, nem tudom, hogy most ez 11-es volt, vagy nem, de hát a bíró habozás nélkül megadta. Utána volt még azért egy-két olyan szituáció, amikor gólt szerezhettünk volna, nem sikerült. A vége meg már mindegy volt, hogy jött még egy hiba 92-ben. Sokkal felelősségteljesebben kell futballozni, sokkal többet kell tenni a játékosoknak azért, hogy egy ilyen meccset mi nyerünk meg. A Paksi FC a következő fordulóban a Molvidi csapatával játszik a mérkőzést március 9-én, szombaton 17 órakor rendezik a Fehérvári úti stadionban. Hétfő estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, késő estétől zápor, eső egyaránt előfordulhat, a délnyugati, majd a nyugatira forduló szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 fok körül alakul. Kedden napközben gyakori felhőátvonulások várhatók kevés napsütéssel, helyenként futózápor előfordulhat, a nyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 fok körül alakul. A híradók végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!